Sziasztok, én Zoárd vagyok, ez pedig itt a Sportaholik, és a most következő epizód elsősorban a kezdőknek, a kezdő életmódváltóknak, kezdő sportolóknak fog szólni. Azért mondom, hogy elsősorban, és szándékosan fogalmaztam így, mert azok a tanácsok, amiket a következő néhány percben megfogalmazok, úgy gondolom, hogy nem kizárólag a kezdőknek lesznek hasznosak. Ahogyan az indexképen is láthattátok, olyan dolgokról lesz szó, amikre, ha visszamehetnék az időben, én is sokkal jobban odafigyelnék, viszont az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nem egy ezek közül még több év sportolói pályafutás után is úgymond problémát okozott, hogy odafigyeljek rá. Lényeg a lényeg, ebben a videóban összegyűjtöttem nektek a 10 szerintem legfontosabb tippet, amire mindenképpen érdemes odafigyelni, akár edzésről, akár táplálkozásról van szó. Tartsatok vele! Még mielőtt belevágnánk a videóba, arra bátorítanék mindenkit, hogy írjátok meg kommentben azt a tippet, vagy azokat a tippeket, amiket ti a legfontosabbnak tartotok edzés és étkezés terén, és amik hasznosak lehetnek akár kezdők, akár haladók számára. Így tudunk egymástól is tanulni. Az első pontunk nem véletlenül került a listánknak az elejére, ugyanis egy olyan problémáról van szó, ami úgy gondolom, hogy kezdők és haladók esetében egyaránt nagyon jellemző a konditermi edzés tekintetében, és bár evidens, hogy oda kéne figyelnünk rá, nagyon sokan nem teszik ezt meg, ez pedig nem más, mint a gyakorlatok megfelelő kivitelezése. Na most az teljesen normális, hogyha valaki elkezd a konditeremben edzeni, és mondjuk nagyon ráérez az ízére, akkor igyekszik minél nagyobb súlyokkal, minél nagyobb ismétlésszám mellett dolgozni, ezáltal imponálva az edzőtársának, a környezetében sportolóknak, saját magának. Viszont egy idő után meg kell tanulnunk azt, hogy ha igazán hatékonyak szeretnénk lenni az edzés tekintetében hosszú távon, akkor meg kell tanulnunk a háttérbe szorítani az egónkat. Hogyha nem megfelelően vitelezünk ki egy gyakorlatot, akkor hosszú távon egy csomó problémánk adódhat ebből. Izületi fájdalmaink lesznek, komolyabban lesérülhetünk. Az sem ritka, ugye, hogy egy másik izomcsoport csatlakozik be a mozgásba és átveszi a terhelést. Jellemző például a fekvenyomásnál, hogy a váll előső része veszi át a terhelést, és az dolgozik a mellizmok helyett, hogyha a túl nagy a súly, ezáltal nem a célzott területet fogjuk terhelni, és könnyen kialakulhatnak aszimmetriák, vagy ahogy említettem, hogy a sérülések is előfordulhatnak. Éppen ezért azt javaslom mindenkinek, hogy a mennyiség, tehát a súlyok, az ismétlésszám helyett mindenképpen a minőséget helyezzük előtérbe. Így lehet igazán hatékony az edzésünk, és épp ezért fontos a kezdőknek, hogy az első néhány hónapban igénybe vegyék személyi edzőnek vagy szakértőnek a segítségét. Így tudják megfelelően rögzíteni a gyakorlatokat és a megfelelő kivitelezést. Annak kapcsán egyébként, hogy hogyan tudunk erre még jobban odafigyelni, a hetedik pontban ki fogok még térni. A második tippem a táplálkozással kapcsolatos, ne legyen túlságosan drasztikus az étkezésed. A közösségi média, az internet különböző cikkek kapcsán bele van kódolva az az emberek fejébe, hogy az eredményekért kinkeservesen meg kell küzdeni. Ez persze igaz, hogy a tudatos táplálkozás vagy tudatos életmódot bizonyos lemondásokkal jár, és bizonyos kontrollokat kell beépíteni az embernek a saját diétájába, hogyha igazán eredményes szeretne lenni, viszont néhány szélsőséges példától eltekintve egyáltalán nem igaz az, hogy a diétának egy szenvedésnek kell lennie, és minden nap ugyanaz kell lenni, és teljesen egyhangúan kell táplálkozni, és az sem igaz természetesen, hogy az egészséges, a tudatos táplálkozás kimerő férfiaknál a csirke, a rizs és a brokkoli esetében, nőknél meg mondjuk ugyanez csak rizs nélkül. Én úgy gondolom, hogy akkor megfelelő egy diéta, hogyha az tartható, élvezetes és nem jelent egy kinkeserves szenvedést az ember mindennapjaiban. Valójában arról van szó, hogy odafigyelünk arra, hogy mik azok az élelmiszerek, amiket érdemes előnybe részesíteni, mik azok, amiket érdemes háttérbe szorítani,
valamennyire odafigyelünk a kalória bevitelre és a makró tápanyagok eloszlására, de nagyjából ennyi a történet, és korábbi videókban is volt már arról szó, hogy ha mondjuk fogyás érdekében drasztikus eszközökhöz nyúltok, akkor az eredmény nem lesz hosszú távú. Szóval ezt érdemes rögzíteni, nem kell drasztikusan táplálkozni, oda kell figyelni bizonyos dolgokra, erről is még beszélni fogok a videóban a továbbiakban. Teljesen szükségtelen és egyáltalán nem célra vezető az, hogy a mindennapos táplálkozás egy szenvedés legyen. A harmadik pont is elég kemény, dió, viszont nagyon fontos, ne hasonlítgass folyamatosan magad másokhoz. Ez egy olyan dolog, amin már mindenki átesett valószínűleg, mert mindig látunk olyan embereket a környezetünkben, olyan sportolókat, olyan fizikumokat, amelyek jobbak, mint a sajátunk, vagy jobbnak látjuk, látunk eredményesebb sportolókat, látunk olyanokat, akiknek sokkal gyorsabban sikerül megvalósítani azt, amit mi szeretnénk. Amit szintén el kell fogadnunk és meg kell értenünk az, hogy mindannyian más és más genetikával rendelkezünk. Hiába szeretnék én például óriási vádlikat, mert a genetikailag meghatározott izomzatom és izomfelépítésem erre gyakorlatilag alkalmatlan. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet a gyengeségeinkkel javítani, én azt javaslom ennek kapcsán, hogy az erősségeinket próbáljuk meg kidomborítani, a gyengeségeinken pedig javítsunk, én is mindig ennek szellemében állítom össze az edzésprogramomat, és mindig ennek tükrében edzek, viszont az, hogyha másokhoz hasonlítgatod magad, akik esetében nem tudod, hogy miket használ, milyen anyagi háttérre rendelkezik, milyen lehetőségei vannak, mennyit tud edzeni, milyen a genetikája, és egyáltalán milyen körülmények között csinálja azt, amit csinál, teljesen fölösleges. Egy egészséges rivalizáció az jót tesz, és az is jó, hogyha vannak személyek, sportolók, akikre mondjuk felnézünk, vagy a környezetünkben olyan emberek, akiktől tanácsot és segítséget tudunk kérni. Fogadjuk el önmagunkat, próbáljuk meg saját magunkból kihozni a lehető legtöbbet, és higgyétek el, hogy mindenki más is ezt csinálja, senki nem fog azzal foglalkozni, hogy te most éppen mit csinálsz jól, vagy mit csinálsz rosszul, mindenki elsősorban saját magával foglalkozik. Úgyhogy ki kell ismerni a saját izomzatunkat, a saját képességeinket, saját erősségeinket és gyengeségeinket, meg kell tanulnunk keményen dolgozni, viszont értékelni is kell a saját munkánkat, meg kell tanulnunk úgy gondolkodni, hogy a saját lehetőségeinkből hozzuk ki a lehető legjobbat. A negyedik pont, aminek nem éppen vagyok a minta példája, nyújtsatok sokat. Hát igen, nem vagyok egy balerina alkat, ami az izommobilitást illeti. Sajnos nagyon kötött az izomzatom, viszont higgyétek el, hogy megéri sok-sok energiát fektetni a nyújtásba. Kevesen tudják, de egy mobilis, egy laza izomzat az sokkal esztetikusabb is, és funkciójában is sokkal jobban használható. Sokkal hatékonyabban fogtok tudni edzeni, hogyha laza izomzattal rendelkeztek, illetve az sem mellékes, hogy el tudjátok kerülni a különböző sérüléseket. Szóval mindenképpen érdemes erre odafigyelni, edzések után is rászánni azt a 15-20 percet arra, hogy lenyújtsatok, illetve pihenő napokon is érdemes hosszabb nyújtó programot végezni, akár SMR-henger vagy lazító golyó használatával is. Visszakanyarodva a táplálkozáshoz, még egy tipp az étkezéssel kapcsolatban, számoljátok ki a saját makró értékeiteket. Egy korábbi videóban volt már szó ugye a számolgatásról, a makrók és a kalóriák számolásáról. Hogyha ezt még nem láttátok, akkor itt mindenképpen érdemes csekkolni a sarokban. Szerintem hobbi sportolóként vagy a táplálkozásra odafigyelőként nem szükséges minden egyes étkezés gramra pontosan kiszámolni, viszont az nagyon hasznos lehet, és az online coaching keretein belül is mindig azt szoktuk javasolni, még a kezdő étrendet igénylőknek is. Hogy az első néhány hétben azért számolják ki ezeket az adagokat pontosan, mert elég hamar képet kaphatunk arról, hogy nagyjából mekkora mennyiséggel kéne számolnunk. Higgyétek el, hogyha ezt néhány napig vagy néhány hétig megcsináljátok, akkor a későbbiekben sokkal könnyebb lesz az belőni, hogy mekkora mennyiség kerüljön adott élelmiszerekből a tányérra, hogy a célotoknak megfelelően tudjatok fejlődni, akár fogyásról, vagy izomtömegnövelésről, vagy akár stagnálásról legyen szó. Úgyhogy az elején érdemes méricskélni, és a videó segítségével, amit említettem, ki tudjátok számolni a saját makró értékeiteket. Ezt nagyjából tartani, hogyha ezt viszonyítotok, akkor sokkal könnyebb dolgotok lesz a napi étkezés összeállításakor és a főzéskor is. A hatodik pont is nagyon fontos, pihenjetek eleget. Egyfelől nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségű idő álljon rendelkezésére az izmoknak ahhoz, hogy regenerálódjanak, másfelől pedig az alvásra is érdemes odafigyelni. Én mindkét fronton azért elég nagy túlzásokba estem korábban, nagyon sokáig túledzettem magam, és az alvásra sem szántam elegendő időt. Utóbbit illetően azt mondanám, hogy egy 7-8 óra lehet, ami optimális, de a 7 órát alsó hangon mindenképpen érdemes megcélozni. Ami pedig az izom regenerációt illeti, itt is meg kell tanulnunk azt, hogy a kevesebb néha több, még haladóként is érdemes heti egy vagy két pihenő napot beiktatni
az edzés hetünkbe. Higgyétek el, hogy a regeneráció legalább olyan fontos az izomfejlődés tekintetében, mint az, hogy az izmok megfelelő stimulációt és terhelést kapjanak. Edzetek keményen, dolgozatok keményen, de adjátok meg az izmoknak a kellő pihenőidőt is. Ahogyan azt a videó elején említettem, a hetedik pont nagyon sokat segíthet abban, hogy megfelelően vitelezzük ki az egyes gyakorlatokat, ez pedig nem más, mint az agy-izom kapcsolat fejlesztése. Én bevallom őszintén, hogy régebben ezt az agy-izom kapcsolat kifejezést én nagyon elcsépeltnek és ilyen túl misztifikáltnak gondoltam, viszont akárhogy is nevezzük, nagyon fontos az, hogy amikor edzünk, akkor oda tudjunk figyelni tudatosan a terhelésre, arra, hogy melyik izmunkat és hogyan terheljük, a tartományra, hogy teljes tartományon dolgozzunk, és egyáltalán arra, hogy amikor edzünk, akkor 100%-osan az edzésre tudjunk fókuszálni. Az agy-izom kapcsolat kiépítésének a része az úgynevezett mental prep, amikor edzések előtt ráhangolódunk a mozgásra és fejben végig gondoljuk azt, hogy mit fogunk edzeni, hogyan fogunk edzeni, hogyan fogunk odafigyelni a terhelésre. Persze nem mindenkinek van erre ideje vagy lehetősége, hogyha éppen sietünk, akkor nem tudunk plusz 20-30 percet rászállni arra, hogy motivációs videókat nézzünk, hogy alaposan végig gondoljuk az egész edzésünket. Viszont, hogyha egyszer már lenn vagyunk a teremben, és azt az 1-1,5 órát rászálljuk a napunkból a mozgásra, akkor érdemes 100%-osan fókuszáltnak lenni, és 100%-ban odafigyelni a gyakorlatokra. Nyolcadik tanácsként azt fogalmaznám meg számotokra, hogy képezzétek magatokat. Ez megint csak egy olyan dolog, amire sokan nem veszik a fáradtságot, hogy utána nézzek a dolgoknak, hogy megkérdőjelezzenek bizonyos dolgokat. Nagyon sokan az alapján döntünk, vagy az alapján ítélkezünk, az alapján választjuk meg mondjuk a diétánkat, vagy az edzésprogramunkat, vagy akármiről is legyen szó, amit mondjuk a legtöbben mondanak, vagy ami a leginkább elfogadott, legszélesebb körben elfogadott, vagy amit csak szimplán hallottunk mondjuk egy ismerőstől, és nem nézünk utána annak, hogy ennek milyen hatásai lesznek, hogy pontosan milyen módszerről van szó, vagy ez célszerű a számunkra, ránk van-e szabva, nekünk van-e kitalálva. Nyilván kezdőként az embernek az a fontos, hogy ráhangolódjon erre az egészre, és nagyjából megpróbálja otthon érezni magát a konditerem világában, viszont minél mélyebben belássuk magunkat ebbe a történetbe, annál fontosabb, hogy járjunk utána a dolgoknak, és próbáljunk meg tájékozottak lenni, és a döntéseinket a táplálkozás, illetve az edzés kapcsán a tudásunk, és ne pedig hallomás alapján akarjuk meghozni. A kilencedik pont kapcsán azt fogalmaznám meg, hogy a gyors fejlődés, a gyors eredmények helyett inkább tartós és hosszú távú eredményeket akarjunk. Hogyha gyorsan akarunk valamit, akkor higgyétek el, hogy az sosem vezet tartós eredményre. Nem is szeretnék mélyebben belemenni ebbe a témába, úgyis egy külön videót készítettem ennek kapcsán, hogyha még nem láttátok, akkor megint csak kattintsatok ide, és nézzétek meg. És végül a tizedik pont, az edzés eszköz legyen és ne cél. Nem szabad alárendelni fontos dolgokat, mint a család, a barátok, a barátnők, az egészséges életmódnak. Ennek az egésznek egy eszköznek kell lenni annak tekintetében, hogy egy jobb minőségű életet tudjatok élni, de még egyszer mondom, nem szabad alárendelni más fontos dolgokat, meg kell találni az egyensúlyt, ez nem egyszerű, de mindenképpen erre kell törekedni. Nos, hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Nagyon gyorsan el kell köszönnöm, mert mindjárt elfogy a hely az SD kártyám. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezeket a tanácsokat. Hogyha igen, akkor mindenképpen nyomjatok a videóra egy lájkot, és osszátok meg másokkal is, illetve kommentben írjátok le, hogy ti milyen tanácsot adnátok a kezdőknek, vagy akár haladóknak. Hogyha online coachingot szeretnétek igénybe venni, akkor a sportolik.hu-n megtaláljátok a szolgáltatásainkat, azt is mindenképpen csekkoljátok. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és tudjátok, hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Ez tényleg gyors volt, még maradt 8 másodperc, 7, 6, 5, ez ki lett maxol, 3, 2, 1.